Halló mindenkinek! Élőben a Restartot látjátok, csak lealakítom a telefonomat, hogy véletlenül ugye nehogy ide valaki becsörögjön ám adásba, rajtatok kívül természetesen, hiszen nektek van lehetőségetek, tegyétek így, a műsor élő, nem tettük ki, hogy élő mi, neki teszem egy fene, hogy csak hogy lássátok, hogy tuti élő a műsor. Ha most az ismétlést nézitek, akkor gyakorlatilag nem csináltam semmit. Valószínűleg az lesz kírva, hogy ismétlés. De ha élőben nézitek a műsort, akkor bizony van lehetőségetek hozzászólni. A képernyő alsó részén található elérhetőségeink valamelyikét lehet ehhez a hozzászóláshoz vagy kommenthez használni. Facebookoljatok, Skype-oljatok vagy telefonáljatok. Mondom a legfrissebb híreket, és utána belevágunk az információ átadás részébe a műsornak, tehát bátran addig is a Facebookra már nyugodtan tessék írni hozzá szólásokat, hogy legyen ebből válogatni, mire eljutunk odáig. No kérem szépen, Galaxy S9-essel kapcsolatban vannak híreim. Ugye hát gyakorlatilag ugye az S8-ast nemrég adták ki, a Note 8-ast nem sokára fogják kiadni, ugye augusztus 23-án. Tegnap beszéltünk már a Note 9-esről egy picikét, holott még ugye a 8-as sem jelent meg, és most a Galaxy S9-ről beszéljünk picikét, nagyobb akkumulátort fog ugyanis kapni. Méghozzá hasonló módon, mint az iPhone most megjelenő 8-as verziójában, ha minden igaz, rétegelt alaplap használatával tennének nagyobb akkumulátort az S9-es készülékbe. Egy ideje már hallani ugye az úgynevezett rétegelt alaplapokról. Az Apple eddig valami hasonlót épített bele, ha minden igaz, ugye az iPhone 8-as készülékébe, bár arról is vannak egyébként információk, majd mindjárt mondok megint egy-kettőt, amelyben ennek köszönhetően nagyobb L-alakú akkumulátor lesz. Ez azért fontos, ugye, mert több hely van a telefonban. A fejlett SLP áramkörlapok lényege egyébként az, hogy a csippeket egymáshoz szorosan helyezik el, aminek hála a tényleges lapka kisebb lesz, a készülékben pedig több marad a hely másnak, például az akkumulátornak, tehát magyarul az alaplapnak a méretét csökkentik tovább. Tegnap szedtem szét egy telefont egyébként, édesanyám telefonját, ami nem egy mai darab, de már most olyan pici az alaplap, hogy én nem is értem, hogy egy telefonon belül egy ilyen ekkora kis alaplapra hogy fér rá minden. És szó szerint, tehát hogy most úgy képzeljétek el a telefon, de majd itt egyébként van egy szemléltető ábra is, amin majd itt mindjárt mutatom nektek, hogy ténylegesen hogy néz ki a... Ez ugye az iPhone. Az iPhone-nak a mondjuk úgy sematikus rajza. Tehát jelenleg így néznek ki az iPhone-ok. Itt van az akkumulátor, itt mellette az alaplap. Na most a következő verzióban, a mostaniban, itt lesz az akkumulátor, ilyen szép nagy L-alakban, csak ekkora az alaplap. Na, de egyébként tényleg úgy képzeljétek el, az én telefonom, illetve anyukámnak is hasonló telefonja van, abban pedig itt van az alaplap, így. Körülbelül egy olyan, hát a telefonnak nem egészen a felét, inkább az egyharmadát foglalja el az alaplap, tehát ezen a részen itt, és köszönjük szépen. Még van itt alul ugye a mikrofonnak, meg egy-két alkatrésznek itt is van egy kis helye, és közötte van az akkumulátor, így néz ki. De tényleg, tehát szétszedtem, kiszedtem az alaplapot, mert hogy azon vannak a gombok, és neki a gombja a szegénynek beragad, és állna kikapcsol a telefon. És nézzük, hogy mit lehet ezzel csinálni, de annyira mikro bizbaszok vannak rajta, hogy semmit nem tudok vele csinálni. De ez gyakorlatilag vagy alaplapot kell cserélni, vagy egy szervizbe lehet, hogy tudnak vele valamit csinálni, én sajnos nem tudok. De meglepő, tehát ezzel csak azt akartam mondani, hogy meglepő, hogy ezeknek a telefonoknak már most is milyen pici az alaplapjuk, és még tovább tudják csökkenteni ennek a technológiának hála az alaplap méretét. Tehát utána senki nem mondjon semmit, mert ugye jön a másik oldal, hogy ha miért nem javíthatók a telefonok. Azért nem javíthatók a telefonok, mert minél kisebb, annál jobban nem lehet javítani. Mert hát egyszer nem lehet kicserélni benne az alkatrészt, hiszen minden integrálva van, és ahogy egyre kisebb, egyszer hozzá se férsz. Hát nincs olyan pici csipesz, amivel hozzáférnél, hogy kicserélje benne valamit. Tehát, hogy ezért szokták globálisan az egész alaplapot cserélni, és mert az alaplap a lelke gyakorlatilag egy telefonnak, kijelző alaplap akku. Ennyi. Gyakorlatilag ebből áll egy telefon. Az alaplapon van minden rajta, az akkumulátor működteti, a kijelző megmutatja a képet.
szó szerint, most nagyon leegyszerűsítem, ugye, de szó szerint erről szól a telefon, ergo, hogyha a kijelzővel van gond, az is egy drága mulatság, ha az akkumulátorral van gond, az is egy, hát az nem olyan drága mulatság, de azért az se egy olcsó dolog, de mondjuk még az a legolcsóbb ezek közül, és ha az alaplappal van gond, akkor az is egy drága mulatság, tehát gyakorlatilag ebből a háromból kettő, itt a kijelző, illetve az alaplap az, amire, hogyha gond van, akkor lehet, hogy megér inkább elgondolkodni azon, hogy egy új telefont vesz az ember, mert egyszerűen annyira drága csak egy alaplap, hogy annyiból már lehet, hogy veszel egy másik telefont. Hogyha nem is feltétlenül ennyiből, de szerelési költséggel mindennel együtt, hogyha nem garanciális egy készülék, akkor bizony jó mélyen a pénztárcába kell nyúlni. No, de visszakanyarodva a Samsung S9-esre, tök jó, hogy a S9-esről van szó, de azért iPhone képet kutogattunk, meg én is egy teljesen más telefonról beszéltem, de eredetileg a hír az az S9-hez tartozik. Állítólag egyelőre csak az Exynos chippel szerelt modellek támogatják majd az új technológiát, a Qualcomm lapka készletnél ez még nem működik, tehát ez az úgynevezett SLP technológia. A Galaxy S9-es, illetve S9 Plus várhatóan egyébként ugyanolyan lesz, mint az S8-as, még dizájnban sem fognak rajta semmit változtatni. Szerintem beleteszik az új lenyomatolvasót egyébként a kijelzőbe, maximum annyi lesz a változtatás, de dizájnban valóban. Tehát maximum az, hogy eltűnik ugye a hátuljáról az új lenyomatolvasó, mert most bizony ott van. Ráadásul elég rossz helyen, sokan panaszkodnak, hogy belenyúlnak a vakuba, vagy a kamerába, mert hogy gyakorlatilag pont mellette van. És kicsit nehézkes megtalálni. No, és ha már az iPhone-ra mutogattam nektek képeket, akkor képzeljétek el, hármat is tudok nektek mutatni. Ahogy közeledik egyre jobban az iPhone-ok megjelenése, egyre több a hír ennek kapcsán, és hát eléggé, hogy úgy mondjam, nem egybehangzó hírek vannak. Tehát, hogy sőt, egyik ezt mondja, másik azt mondja, úgyhogy már igazából nem tudjuk, hogy kinek higgyünk. Konkrétan, ha minden igaz, akkor egy iPhone rajongók milliói számára szolgál kellemetlen meglepetéssel a hét elején egy kínai oldalon kiszivárgott fotó, amin egy kartonnyi iPhone 8-as található. A kép ugyanis arról árulkodik, hogy az új almás mobil nem fog rendelkezni az egyik legfontosabb újítással, amit korábban rebesgettek róla, ez pedig nem más, mint a képernyőbe épített új lenyomatolvasó. Ezt már tudjuk egy ideje. Tehát nem lesz benne képernyőbe épített új lenyomatolvasó. Ami a jelek szerint legkorábban csak a következő generációs iPhone-ba fog majd belekerülni, ha egyáltalán belekerül, ugyanis erre vonatkozó információk is vannak, hogy lehet, hogy teljesen szakít az Apple a Touch ID-val. Az, hogy biztosan nem lesz benne az iPhone 8-ba, azt onnan tudhatjuk, hogy a most kiszivárgott képeken egyértelműen az látszik, hogy az új lenyomatolvasó a készülék hátoldalán van. Közvetlenül az Apple logó alatt mutatom, jó? Szerintem kamu, de ettől függetlenül azért érdemes megnézni a képet. Friss képről beszélünk, tehát hogy ott a Apple logó, nem tudom, bele tudok nagyítani, de túl sokat nem fogtok látni, mert elég fos minőségű a kép. Tehát itt az Apple logó, és ott van alatta állítólag ugye a új lenyomat leolvasó. Logikus lenne egyébként, bár azt nem értem, miért nem magába az Apple logóba tették akkor már bele. Tudom, hogy a másik hír pedig az, hogy oldalt lesz a bekapcsoló gombban, de most nekem mégis az a kérdésem, hogy miért nem az Apple logóba teszik bele, ha már valamibe bele kell tenni, és akkor legalább van-e valami funkciója is ennek az Apple logónak azon kép, hogy ott van. Nem? Tehát, hogy ez azért gondolom, hogy kamu, mert szerintem az Apple, aki azért a dizájnt is elég rendesen, tehát a dizájnra is elég rendesen odafigyel, azért ez már olyan, nem tudom, nem néz ki olyan jól, nem? Most jó, de most azt hagyjuk, hogy a tiéd másképp, hogy néz ki, meg mit, minden telefon másképp néz egy picit ki. Mégis valahol egyébként mindegyik ugyanúgy néz ki. Egy téglalap, amivel telefonálunk, kész, meg nyomkodjuk. Képernyő van rajta, meg most már lassan káva nélküli design, de hát ettől függetlenül egy hátlapja, meg egy előlapja, nem? Úgy néz ki minden, de minden telefon egymás mellett eszed kikapcsolva, majdnem mindig ugyanúgy néz ki. Úgyhogy én ezért nem is a design részét, azt hagyjuk is ebből a szempontból, de az, hogy az Apple logo alá teszik az új lenyomat olvasót, ez, pár bocsánat, de elég gusztustalanul néz ki. Tehát szerintem ilyet nem csinál az Apple, tehát erre azért volt egy-két mellényúlás már, de azért ilyen nagy mellényúlás szerintem nem csinál, úgyhogy ha bele is kerül az új lenyomat olvasó, vagy hát a hátlapra is kerül, akkor szerintem az Alma logóba lesz, tehát ez a kép, ez kamu, vagy valamilyen iPhone utánzatot, vagy kamu iPhone-t ábrázol.
Hát ennyi. A vállalat mérnökei nyilvánvalóan azért kellett, hogy ide átrakják a biometrikus szenzort állítólag, mert annak az előlapon a képernyő utóbbi teljes méretére történő kiterjesztésével, a home gomb teljes eltűnésével már nem maradt hely. Korábban felmerültek olyan pletykák, amik szerint az Apple a bekapcsoló gomba építette volna az új lenyomatolvasót az új készüléken, de ezek a most kiszivárgó fotók tükrében tévesnek bizonyulnak. Bár a képek eredetiségét elég nehéz ellenőrizni, az általuk közvetített narratívát támasztja alá az almás ügyben hagyományosan jól informált KGI Securities is egy friss jelentésében. Eszerint ugyanis az Apple és a Samsung is letettek arról egyelőre, hogy a következő generációs telefonjaikba a képernyő mögé rejtsék el. Itt a következő generációs, az mostanit akarja egyébként jelenteni. Tehát a képernyő mögé rejtsék el az új lenyomat olvasót, ami egyébként lehet, hogy teljesen el is fognak távolítani majd a készülékből, hogy helyettük inkább az arcalapú azonosítást helyezzék előtérbe. Ami még szintén azért eléggé gyermekcipőben jár, én azt gondolom, ez a szenzoros azonosítás, bár többé-kevésbé működik, a Balázsnak a telefonjában már van ilyen, és azonosít, és működik, meg egyébként az én telefonomban is van ilyen, sőt az előzőmben is volt ilyen, igaz, hogy ez nem az ilyen. Jó, de most a gyorsaságát ezt letoljon magasról, Balázs, mert nagyon gyors. Most mi nagyon gyors? Az, hogy azért ránézze a telefonra és feloldja. Hát az enyém is ezt csinálta. Mi biztonságos rajta? Az íriszkenner, mert ez nem az arcfelismerő. Jó, hagyjuk is ezt a témát inkább. Ezt majd a Restart extra majd megbeszéljük. Se, mert már annyit beszéltünk rá, hogy kicsit uncsi. Úgyhogy menjünk tovább. Azt mondja, hogy érdemes frissíteni a... Ja nem, még mutatni akartam nektek koncepcióképet, mert van még iPhone 8-as koncepciókép, ahol bizony a billentyű, vagy hát a bekapcsoló gomba került ez a bizonyos új lenyomatolvasó. Hát több kép is van itt, igazából. Mindegyik koncepcióképp arra azért felhívná a figyelmet, tehát, hogy ez nem eredeti fotókról beszélünk. Na, van egy ilyen, ami koncepciónak jó, de nem jó. Tehát nem így fog kinézni valószínűleg. Aztán mutatjuk a hátul, nem, ez még mindig a teteje. Egyébként ez már közelít. Kicsit jobban. Ugye? Tehát itt oldalt képernyő lesz, egészen az aljáig, és itt a tetején egy pici beugrás lesz, és itt gyönyörűen elhelyezték szépen a térerőt, mutatót, meg az, hogy mi a vagy mekkora az akkumulátor töltés, ezek lesznek abban a kis csücsökbe. De másra egyébként nagyon nem használható, tehát ennyi erő volt, simán levághatták van, azt köszönjük szépen, tehát azon a fél centiken nem hiszem, hogy múlnának dolgok, de hát ugye dizájnba, ez már inkább Apple koncepció, itt látható ugye a dupla kamera, és nincs új lenyomatolvasó a hátlapon, azért itt felhívnám a figyelmet rá. Oké. És gyakorlatilag ennyi. Még itt van egy talán, ha ezt is meg tudjuk mutatni, egy fekete változatban. Ugyanez. Hát, hogy most melyik? Mert most ezek koncepcióképek. Tehát ugye ezek rajzolt, renderelt képek, nem valós képekről beszélgetünk. Az előző az egy fotó volt, amely egyébként szinte lehet photoshopolt, vagy átvert, vagy úgy egyáltalán. Hát a mai világban azt gondolom, hogy egy fotó eredetiségét is elég nehéz megállapítani, tehát lehet simán kamu, vagy valamilyen klón telefon, vagy úgy egyáltalán lehet, hogy valami kezdeti prototípus, amiből azért tették dobozba, mert ezt úgy, hogy van, dobják is ki, mert nem ilyen lesz, tehát hogy bármi lehet. Sőt, nagyban nagyon valószínű, hogy másik forrás szerint is, hogy itt például egy tokgyártó képei alapján tudom nektek megmutatni magát a készüléket, ha meg tudom mutatni. Így van, hát elég nagyba tudom csak így megmutatni. Itt egy tok van rajta, azért néz ki, de ez is azt látszik, vagy ezen is az látszik, hogy ugye itt oldalt ez a kis két kis csücsök az ott fog figyelni, mint képernyő, és középen meg ugye a kamera, a vakú, vagy nem tudom mi van még itt, ezek milyen érzékelők, dual kamera lesz elől is. Azért azt nem hiszem, bár ezek nagyon úgy néznek ki, mint hogyha kamera lenne mind a kettő. Itt próbálok benagyítani, hát ez... Arcfelismerés, az használt kamera lehet. Nem, ez a kamera.
ez a kamera, ezek meg valamilyen ilyen érzé. Lehet, hogy ezek ugye olyan szenzorok, ilyen mit tudom, infravörös, meg ilyen nem tudom mi, ami ugye pont ahhoz kell, hogy a sötétben is jól felismeri az arcunkat. Na, úgyhogy ilyen képeink vannak, és félek már attól, hogy minden napra jön valami kép ki, úgyhogy már nem tudom, mit higgyek. Ettől függetlenül megmutatom nektek, mert hát miért ne? Úgyhogy, de még várnunk kell azért egy nagyon picikét, ugyanis szeptember elején fogják azért csak ezt bemutatni ténylegesen a világnak. No, Firefox, megéri föltenni az új Firefoxot, ugyanis teljes WebVR támogatás mellett komoly teljesítménybeli fejlesztéseket is kapott az új verzió. A mai napon debütált a Firefox 55-ös verziója, amely az első olyan stabil verzió, amely már teljes támogatást nyújt a 64 bites Windows rendszereken a WebVR-hoz. A virtuális valóság rajongói mellett azonban bárki számára hasznos lehet a frissítés, ugyanis az új kiadás nem csak gyorsabban tölti be az oldalakat, de a memória használata is mérséklődött elég jelentősen. A Firefox egyes verziói milyen gyorsan képesek elindulni, 1691 megnyitott lappal ezt tesztelte le Dietrich Ayala nemrégiben, és hát elég durván gyorsan indult el. A Firefox 51-es verziójának, azért itt még egyszer mondanám a számot, tehát brutális felhasználás mellett, tehát 1691 darab weboldalt nyitott meg vele. Azért normális ember nem nyit meg egyszer ennyi weboldalt, azért érezzük, tehát hogy itt ez nem csak a Firefoxon múlik egyébként, hanem itt azért elég komoly hardware is kell mögé, hogy ennyi weboldalt egyáltalán meg lehessen nyitni. Arról nem szól a fáma, hogy hirtelen nyom, hogy ez mi kellett, tehát hogy... De, na, szól a fáma, kivételesen. A Firefox 51-es verziójában, ami hát most már nem mai darab, az úgy tavaly valamikor jelent meg, vagy lehet, hogy már egy kicsikét régebben, majdnem 8 perc betelt ennek az 1691 lapnak a megnyitása, azonban a Firefox 55-ös verziójában 15 másodperc alatt megnyitotta a weboldalakat. Persze nem azt mérték, hogy az oldalak tartalma mikor tölt be, az inkább ugye a kapcsolattól is függ, meg a web, a, ugye az adott hardware-től, hiszen ugye azt azért ne felejtsük, hogy egy weboldal megjelenítése az nagyban függ a számítógép teljesítményétől is. Hiszen ugye ott átjönnek a kódok, és a böngésződ értelmezi és futtatja le a weboldalt, ezáltal látod meg. Tehát, hogyha lassú a géped, lassú az interneted, akkor ez nagyon lassan fog megtörténni, ebben gyors maga a Firefox, vagy bármilyen böngésző. Úgyhogy itt igazából a böngésző indulási idejét vizsgálták ennek kapcsán. Mondjuk azt nem tudom, hogy hogy lehet egyszer úgy elindítani egy böngészőt, hogy 1691 lapot nyisson meg rögtön. Gondolom, egy annyival zárták be, és akkor ugye visszaállítja az előző bezárt, vagy az előzőleg bezárt lapokat, vagy nem tudom pontosan, hogy akart ez működni. Minden esetre van erről egy videó, tehát meg tudjátok nézni, érdekel benneteket. A memória használat ennyi laphoz több mint 2 gigabyte-ról kevesebb, mint 500 megabyte-ra csökkent a Firefox 52-től az 55-ig verzióban. Tehát 2 gigabyte-nyi memóriába belefért az 1600. Még egyszer mondom, mert már elfelejtettem, 91 darab lap. A WebVR funkció kompatibilis az Oculus Rift-tel, az HTC Vive headsetekkel, és mivel egy nyílt szabványról van szó, szóval az androidos Chrome, illetve Gear VR Samsungos böngészője is támogatott ennek segítségével. A Firefox 55-ben a flash tartalmak alapból már csak kattintásra indulnak el, az 57-es pedig leszámol majd a hagyományos böngésző beépülő modellekkel, pluginekkel, idővel pedig már csak az újabb web extension kiegészítők fognak alatta működni. Tehát szépen lassan pucolják ki a böngészőket, így a Firefoxot is, nem csak a Chrome-ot, ugye sokan panaszkodnak a Chrome-ra, hogy a régi pluginjaim nem működnek, meg már a flash-ek sem mennek rendesen. Hát igen, biztonsági okai vannak ennek, szépen átváltoztatják egyébként a böngészőnek az értelmezőjét, ez a biztonság miatt nagyon fontos, hogy egyre kevesebb olyan kártevő tudjon elszabadulni a számítógépünkön, és ugye a böngésző ebben segít bennünket, és megpróbál megvédeni, de hát ezáltal némi korlátozásra szükség van, úgyhogy ezért vannak letiltva alapból azok a tartalmak, amik veszélyesek lehetnek. Úgyhogy aki flash-t használ, ide játszokni a HTML5-re. Egyébként jelentem alásan, ma láthatjátok utoljára a Fix TV
adását flashben a weboldalunkon. Holnaptól, illetve ma este folyamán már HTML5 formátumra állunk át mi is, úgyhogy lehet örülni, mert minden platformon tökéletesen lesz nézhető a műsorunk, ha minden igaz, tehát nem kell majd külön mobil streamet nyitni, ha akartok, tehát külön oldalakra rohangálni, hanem majd a weboldalunkon keresztül mindent ugyanúgy elértek, csak HTML5 formátumba fog menni, tehát alapból minden böngésző támogatja, nem szükségeltetik hozzá majd semmiféle külön lejátszó. Úgyhogy ezt a mai nap folyamán valószínűleg élesítjük is, a flash meg eltűnik. Annyi hátránya majd azért lesz a dolognak, és ezt szokjatok hozzá, aztán majd persze ezen is igyekszünk némileg módosítani, vagy kitalálni valami megoldást, hogy ugye ez a fajta úgynevezett HLS technológia, vagy MPEG-DES, mert még a kettő között van különbség, és még lehet, hogy az MPEG-DES-t fogjuk használni pont az adaptív megjelenítés miatt, hogy a HD-t és SD-t egy lejátszóba fogjuk tudni nektek belevinni, és sávszélesség függvényében mindenkinél az fog elindulni, amelyikre megvan a megfelelő sávszélessége, illetve gépigény is méri ilyenkor egyébként a rendszer, tehát a gyengébb gépeken a gyengébb minőségű adás indul el, a jobb gépeken pedig a HD, persze utólag változtatható, de ez is azért egy kicsikét körülményesebb, úgyhogy lehet, hogy ez csak majd idővel, tehát még azért tesztidőszakban lesz ez, de elérhető lesz az adás, sőt, tovább megyek, megmarad azért a flash is egy picikét a háttérbe szorítva, tehát hogyha, de majd erről ki fogjuk írni a weboldalra megfelelő információkat. Jó? Ezt csak úgy megjegyeztem, hogy ha esetlegesen, mert sokan kérdeztétek, meg nagyon sokan panaszkodtok, hogy hát nem megy, és akkor most mindenkinek egyenként elmagyarázni, én itt megszoktam tenni a műsorba, hogy elmondom, hogy a flash tessék bekapcsolni, mert ugye a legtöbb böngészőben alapból ez most már tiltva van, engedélyezni kell ahhoz, hogy tudjátok a flash tartalmakat nézni, és hát ugye mi adásunk is flashben megy, vagy flashben is megy, de most már megy HTML5-ben is, tehát ugye HLS-ben, meg DES-ben is, úgyhogy bármelyik formátumra válthattok. Na és ha már formátumok, akkor Windows 10 mobilon, kérem szépen. Ez egy mindig megmosolyognivaló téma, legalábbis számomra. Tudom, hogy nagyon sokan ilyenkor utálnak emiatt, mint Android font, hogy na, a Windows Phone-ról mindig úgy beszél, hogy ilyen lefitymálóan. Hát igen, azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos igen, kénytelen vagyok így beszélni róla. Viszont most a Microsoft állítólag egy olyan Windows 10 fejlesztésen dolgozik, amit kimondottan okos telefonokra szán. Ez azért érdekes, mert mi eddig nem volt Windows 10 okos telefonra? Volt? De hogy most akkor ez miben lesz külön? Tehát miben lesz ez más, mint az eddigiek? Tehát nem ezzel van itt a gond, ezt én valahogy, hogy mondjam, tehát hogy nem is tudom, hogy mondjam el, de hát igazából már 500-szor megbeszéltük ezt a dolgot, hogy az alkalmazásokkal van a gond, nem az operációs rendszerrel. Akinek Windows Phone-ja van, pontosan jól tudja, hogy nagyon stabil rendszerről beszélünk, a mostani Windows 10 mobile-ok esetén is, az operációs rendszerrel nincs különösebb gond, hardveresen, viszonylag gyenge hardveren is egész jó muzsikál szinte minden, egyedül az applikációkkal van gond, ugyanis nem nyílt a forráskód, mondjuk az Apple esetében sem, de mégis valahogy többen fejlesztenek egyébként iOS-re meg Androidra. Valahogy a Microsoft nem akarja kezéből kiadni ezt az egész, nincs is egy egységes olyan program nyelvezet, amiben lehetne egyáltalán Microsoftos rendszert vagy applikációt fejleszteni, mert hogy még a Windows 10 is, egyébként ez, hogy úgy mondjam, bár ez nem teljesen igaz így 100%-osan, csak próbálom érzékeltetni, hogy ugye látszik a Windows 10-ben a folyamatos változás. És ezt a sok folyamatos változást platform harmonizálással próbálják elérni, ami ugye ahhoz vezet, hogy a teljes operációs rendszert, ami a Windows 10 mögött volt, és már sok-sok Windows verzióval ezelőtt egyébként a Windows 8-ban, a 7-ben is benne volt, meg az XP-ben is már, ezt a fajta összegyülemlett katyvasz halmazt próbálja kipucolni kicsit a Microsoft, és egy letisztultabb operációs rendszert csinálni, igen, de az egész rendszert, illetve struktúrát meg kell változtatni, ezért nagyon nehéz fejleszteni. És mivel ezt zárt körben teszi először a Microsoft, amíg nem jut el egy bizonyos szintre, hogy egyáltalán lássa azt az irányt, addig ezt nem nagyon lehet legalábbis mobilra. Ráadásul itt az ARM meg X86 közötti nagyon durva különbségek is közrejátszanak. Ugye a mobilok nagy része az ARM processzoros,
márpedig mondjuk a Windows, az pedig X86-on fut. Próbálkoznak ilyen mindenféle átjárással, de ezért nehéz applikációt fejleszteni, mert én, mint mondjuk applikációfejlesztő, ha lennék, és azt mondanák nekem, hogy írjak egy appot Windowsra, Windows Phone-okra, akkor ezt hogy csinálnám? Vagy te, Balázs, te hogy csinálnál? Hát nem éri meg fejleszteni. Na, én tudod, mit csinálnék? Én nekem egy nagyon egyszerű válaszom van, én nem írnék. Tehát, hogy illetve írnék, de nem Windows 10-re, hanem platform függetlenül írnám meg az applikációt. Tehát mit én HTML5-be? Tehát webapplikációt csinálnék, szinte egyébként a HTML5 erre tökéletesen jól alkalmas, és webapp szintjén gyakorlatilag bármilyen operációs rendszeren működni fog az applikáció. Tehát ez ezért jó egy szinten, viszont azért ennek elég sok korlátja van, amit azért nem igazán lehet megoldani, de teszem hozzá egyébként, hogy a különböző rendszereknél is ugyanez a helyzet, tehát azért vannak olyan dolgok, amiket Androidon meg tudsz oldani, de iOS-en nem tudsz megoldani, Windowson meg pláne nem tudsz megoldani, vagy fordítva, tehát mindegyiknek megvan a sajátossága, van, amit iOS-en tudsz megcsinálni, és Androidon nehezebb, és valamit meg Windows Windowson tudsz megcsinálni, és egyébként meg nehezebb. Na mindegy, a lényege az, hogy igazából ugye a Windows esetén az a gond, hogy a Microsoft egyszerűen nem is nagyon ösztönzi a fejlesztőket arra, hogy Windows 10-re programozzanak, szerintem pont azért nem, mert ugye, ahogy az előbb is elmondtam, még nincs meg a végleges irányvonal, nincs egy egységes nyelvezet, ami a Windows 10 alá való fejlesztést elősegítené, ezáltal ugye nagyon kevés applikáció van. Amik népszerű applikációk, tehát amiket mindenki használ, a Google-ös szolgáltatások, a Facebook, Instagram, mit tudom én, most így mondtam egy pár ilyet. Ezek úgy vannak, de ezek is olyan hiányosak, nem jól működnek, bizonyos funkciók nem működnek benne, és ezáltal ugye, hát a jó nép meg használni akarja, és miért van az, hogy a Microsoft operációs rendszere szinte teljesen eltűnt már a mobil palettáról? Azért, mert az emberek rájöttek arra, hogy vettek egy ilyen telefont, tele van a rendszer tökéletes, viszont az applikációk egyszerűen vagy nincsenek, vagy hiányosak, vagy nem jól működnek, és egyszerűen például, amikor valaki nem tud Facebookozni és szeretne, akkor itt szerintem falhoz vágja a telefonját, és vesz egy másikat. Én is ezt csinálnám. Hát miért vegyek egy olyan rendszert, amit nem tudok semmit csinálni? És ez a baj egyébként, az összes többi operációs rendszer is jönnek itt, hogy majd ilyen saját oprendszert írunk, meg ez, meg az, ugye vannak ilyen érdekes próbálkozások. Gyerekek, amikor az Android meg az iOS már olyan lépés előnyben van a több millió alkalmazásával, hogy egyszerűen nem lehet, hát most nem lehet a versenyt egyszerűen ilyen szinten felvenni velük, tehát egyszerűen öngyilkosság egy operációs rendszert ilyen módon legyártani, vagy legalábbis arra törekedni, hogy itt majd piaci pozíciót érnek el ennek kapcsán, hogy Microsoftnak nem sikerül. Na, tehát az elmúlt években egyre közelebb kerül egymáshoz a Microsoft asztali és mobil operációs rendszere, azonban a Windows 10 mobil továbbra is eltérő kezelőfelületet, illetve funkciókat kínál, ráadásul nem futtat minden applikációt, ami az asztali gépen működik. Hogy miért is? Többek között azért, mert a Windowsos mobilok ARM alapú processzort használnak, az asztali gépek pedig ugye X86-os chippeket. A Microsoft azonban mindkettőn tudja majd futtatni az új asztali rendszerét a jövőben, vagyis nem lesz szükség két eltérő Windowsra. Tehát ez lesz a nagy változás. Ennek nyomán a Microsoft egy olyan Windows 10 fejlesztésébe kezdett, ami asztali gépen, okostelefonon és táblagépen is egyaránt képes lesz majd futni. Ez jó hír annak, aki a jövőben Windowsos okostelefont szeretne, de annak nem, akinek már van, ugyanis a források szerint a Windows 10 Mobile halott. A készülékeket nem frissítik, és az új rendszerre, sőt az asztali változat új Redstone 3-as, illetve 4-es frissítését sem fogják majd kiadni a Windows 10 mobilokra. Jelenleg az Android uralja ugye a világot, az iOS a távoli második, de szó szerint tehát ugye 80%-ig fölött van az androidos telefonok megoszlása a világon, utána követi ezt az iOS olyan 12%-kal azt hiszem, és hát az összes többi az pedig ilyen egyéb kategóriába sorolható, a Windows is ebbe sorolható, gyakorlatilag a statisztikailag sem mutatható ki, hogy hány Windows. Mondom, vannak olyan régiók, ahol néhány százalékot, de az is ilyen 1%, egy maximum egy picikét tovább ér, ugye pont abból kifőlök, hogy viszonylag olcsó készülékekről beszélünk, meg van, ahol népszerű, ott azért ez előjön statisztikailag, de világszinten nem mutatható ki. Ez azt jelenti, hogy 1% alatt van a megosztása ugye az operációs rendszernek.
A Microsoft lépése minden bizonnyal vonzóbbá teszi majd a fejlesztők számára a platformot. Elvégre egy appot bármilyen készüléken futtathatnak az emberek. Ha a fogyasztókat esetleg nem is nyerték meg, az üzleti szektorban valószínűleg sikerre járnak majd. Elvégre például a HP Elite X3-as már eleve jó fogadtatásban részesült. Ugye az egy X86-os alapú hát telefontáblag, egy nagy fablet, ha jól tudom, tehát igazából nehéz megnevezni a pontos nehéz hova tenni azt a készüléket, de hát az üzleti egyértelműen. Illetve a Microsoft állítólag Andromeda OS-nek hívja a projektet, ami azért érdekes, mert a Google is így hívta azt az operációs rendszerét, ami ugye a Chrome OS-t, illetve az Androidot hivatott volna valahogy egy kicsikét összegyúrni, aztán abból se lett semmi, ott ők is leálltak, mert rájöttek, hogy nem pálya az X86 ilyen módon. Tehát, hogy valahogy az okostelefon táblagép, tehát a mobil irány, az más, felesleges összekeverni az asztali platformmal. A Microsoft esetén egy kicsit más a helyzet, mert ott azért a Windows-zal, ugye, ami azért leginkább munkára való, meg irodai dolgokra való, legalábbis asztali környezetben, ott ők más szegmenst, más célközönséget céloznak meg ezzel. Tehát lehet, hogy nekik bejön, de valahogy a Google erre így nem nagyon akar áldozni, tehát az Androidot inkább meghagyja úgy, ahogy van gyakorlatilag a mobil operációs rendszer. Most van ez a Fushia nevű fejlesztési projekt, ami szintén ennek az Andromeda, vagy Andromeda OS-nek a hát utódja akar lenni. Nem egészen értem egyébként, hogy neveket miért keverik itt össze. Tehát, hogy a Microsoft is ilyen néven, meg a Google is ilyen néven, ez most véletlen, vagy nem véletlen, ez se lehet igazából pontosan tudni, hogy ez most mire véljük. Minden esetre azért vannak ilyen jellegű mozgolódások, de én azt gondolom, hogy a jelenlegi trendek, azok inkább a mobilok felé mennek most már pár éve. Most pár éve? Már jó pár éve egyébként. Tehát már a táblagépek sem annyira menők. A mobil. Valószínűleg ez lesz a jövőnk. Úgyhogy hát kiderül majd, hogy sikerül a Microsoftnak ezen a platformon is megvetni a lábát újra, mondjuk így, mert azért volt egy időszak, amikor azért egész jó ment, és még azért voltak itt 3-4-5%-os részesedések is, de ez valamikor még a Windows mobil korai verzióiban, tehát itt a 8-8-1 környékén voltak. Jó! No, megy az időnk nagyon, úgyhogy szerintem a hírekből egyelőre ennyit. Várjuk a hozzászólásokat. facebook.com/fixhd, indítom a Skype-ot is, tv.fixhd, vagy FixTV Hungary, ilyen néven találtok meg bennünket a Skype-on, jelöljetek partnernek, és ha megtettétek, és visszajelöltünk benneteket, akkor tudtok bennünket hívni. No! Azt mondja, hogy Péter Tamás Biri írja nekünk. Szia, Wendy! Lumi Telum van, és a Messengert megszüntették rajta az év elején, és azóta csak ilyen buta, gyenge verziókat használok. Mi lehet ennek az oka? Köszi szépen! Hát ez, amiről beszéltem, kedves Péter vagy Tamás, hogy egyszerűen a Microsoft elengedte a saját operációs rendszerét. Nincs erre mit... Nem lehet mást felhozni a mentségére. Maga ugye Satya Mandela, Mandela, az más, az a Nelson volt. Tehát, hogy ugye a Microsoft vezére jelentette be még gyakorlatilag szerintem tavaly, nem is az idén, hogy elengedi a Windows Phone-t, mint úgy, kicsit jegelik ezt a projektet, nem nagyon fekszenek erre rá, hanem más irányba indulnak el, de nem teljesen engedik el, tehát hogy azért megmarad a háttérben, és majd lehet, hogy a Surface image alatt fog ez egy picikét visszatérni valamikor a közeljövőben, de hát azóta is erről szól gyakorlatilag a fáma, és lehet kapni Windows-os telefonokat mind a mai napig, nem is értem. És hát most természetesen nem akarok minősíteni, meg azt sem, aki Windows Phone-t vesz, csak ugye inkább én kérdezném, hogy tehát ez a mi ennek az oka, ezt én is kérdezhetem, hogy mi annak az oka, hogy akkor ilyen telefont vettél. Hogyha tudod, vagy tudtad már annak idején is, nem tudom mondjuk, hogy mikor a telód, hogy egyszerűen ugye applikációkban nem nagyon jeleskedik egyébként a Windows Phone. Roland
írja nekünk, szia Vendi, szép estét, káva ide vagy káva oda, eddig a Sharp villantotta a legszebbet szerintem. Amúgy ők voltak az elsők, akik megmerték ezt csinálni. Szerintem tudnak ezen a téren, kár, hogy nálunk nem nagyon lehet ilyen készüléket kapni, meg ha igen, akkor nagyon drágák. A régi Sharpok sem voltak rosszak, használtam pár modellt tőlük, és nagyon meg voltam velük elégedve. Igen. Kétségtelenül így van, még ugye azt hiszem, hogy a Mobile World Congressen mutatták azt hiszem be, a teljesen káva nélküli kijelző. Hát, érdekes, hogy teljesen káva nélküli, igen, nekik ez valahogy így sikerült, hogy teljesen fölül és alul is mindenhol káva nélküli, vagyis alul nem, bocsánat, tehát alul megvan a történet, egy nagyon pici sávban azért ott van. De például hol a kamera ezen a készüléken? Előlapi kamera. Alul. Az lenne az előlapi kamera, az nem mikrofon? Túl pici az kamerának szerintem. Elég rossz minőségű a kép, úgyhogy ez nem biztos, hogy innen ki fog derülni. Szerintem az nem kamera. Na mindegy, ezt majd így nézzük meg, mert azért ez is egy érdekes dolog. Hát, ennyi. Igen, nagyon sok márka van, tehát most az, hogy ki mivel elégedett, ezt most hagyjuk is. Mindenki ugye ezt saját, mindenkinek saját magára van bízva, hogy ő melyiket választja. Ebbe is vannak trendek, legtöbbet eladott mobilok, meg nem tudom. Most, hogy ezen az úton megyünk-e, vagy sem, ez is mindenkire rá van bízva. Van, aki Samu rajongó, az valószínűleg Samut fog venni, vannak az Apple rajongók, azok Apple-t fognak venni, és így tovább. Tehát mindenki hozzászokik valamihez, és akkor valószínűleg, hogy a következő generációs készülék is ugyanettől a gyártótól hasonló színvonalon megfelel az igényeidnek, akkor valószínűleg ugyanazt fogod vásárolni. Tehát van persze átjárási lehetőség, meg rá van bízva tényleg mindenkire, de általában ezek a trendek, hogy aki egy márkához hozzászokik, általában annál a márkánál marad. Ugye a legnagyobb mobilgyártó a Samsung, őt követi a Huawei, aztán most gyakorlatilag eddig ugye az Apple követte, most a Huawei és az Apple helyet cseréltek, úgyhogy két androidos operációs rendszert futtató készülékgyártó van gyakorlatilag a top 3-ban, és hát utána jön az Apple. És gondoljátok el, hogy az összes többi van mögötte. Tehát ők teszik ki a piacnak a 80-valahány százalékát, és az maradék 11-2 százalék az, ami az összes többi gyártó, tehát az imént említett Sharp, LG, Sony, nem is tudom sorolni, és a kínai összes többi gyártó osztozik. Jó, egyébként az a vicces, hogy ezen felül azért a kínai gyártók, tehát mit tudom én, a Xiaomi, a Meizu, meg a Vivo, meg nem tudom milyen márkák vannak még ott a top 10-ben egyébként benne. Tehát az ilyen Sony meg ilyen sehol nincs a mobiljaikkal egyébként. Tök vicces. Pedig egyébként egész minőségi mobilokat gyártanak, ahogy egyébként a Sharp is, ha már az előbb itt őket hoztuk ki. Illetve hát ugye abból indulunk ki, hogy egyéb más híradás technikai, meg szórakoztató elektronikai, meg multimédiás eszközök terén is azért ezek a cégek ott vannak. Mobilban sem gyártanak rosszat. Úgyhogy ez mindenkinek... Mindenkinek saját magára van tényleg bízva, nem tudok ezzel kapcsolatban én semmi ösztönzőt mondani, meg hát nem is mondhatok itt a tévében gyakorlatilag ilyesmit. Az Apple fogja forradalmasítani az arcfelismerés, jön a Face ID állítólagosan. Tibi írta ezt nekünk ki a Facebook oldalunkra, köszönjük szépen Tibi. Hát ez jó marketing duma. Tehát azért az arcazonosítást az Apple fogja forradalmasítani. Hát lehet, hogy először csinálja meg, aztán utána forradalmasítsa először. Tehát, hogy elképzelhető, hogy eljutunk odáig, hogy megint az lesz, hogy az Apple föltalálja a spanyol viaszt harmadszorra is, és természetesen hozzájuk fogják kötni, mint magának az okostelefonnak a megjelenését is hozzájuk kötik, miközben tudjuk, hogy rengeteg olyan technológia volt már korábban is, meg azóta is az okostelefon mobiltelefonia világában, amit már más gyártók sokkal előbb megcsináltak, de természetesen az, hogy az Apple megcsinálja, akkor abból trendy brand lesz, úgy ahogy van. Úgyhogy ezt a forradalmasítja a című dumát, ezt hagyjuk, jó? Tehát forradalmasítani nem így kell, meg nem itt kell. Azt gondolom, Face ID. Well, nem. Samu van itt velünk. Szia, Samu!
Várjál. Amikor a retro mobiloknál vagyunk, egy kicsit hozzászólnák én is. Parancsolj. Ebben egy kis tév dolog talán, ha jó gondolom én, ha jók az emlékezeteim, Bendi, abban az időben, a 2000-es évek elején még nagyon bele voltam bonyolódva a telefonokba én is, az első kamerás telefon, ami kijött, az nem a Sharp volt, hanem a Nokia dobta piacra 7650-es telefonját 2002-ben. Az egy ilyen óriás telefon volt, azt hiszem szétcsúsztatható volt, ha jól emlékszem, abban volt az első kamera, VGA kamera, de a kijelzője az hát abban az időben még elég gyenge kijelzők voltak. Uh-huh. Ő volt az első, és a Sharp alakított ebbe igazi hatalmasat, egyértelmű dolog, természetesen a Sharp. 2004-es modellje volt, ami Magyarországon is kapható volt, a GX30i, abban elképesztő profi kamera volt, tehát uh-huh. abban az idő, nem profi, az erős, az akkori időszakhoz képest profinak számít, inkább úgy mondom. Biztos. Az időben volt benne egy 1 megapixeles kamera, uh-huh. és nem is az volt a lényege, elsősorban még, tehát az is mondjuk dobott valamit, hanem inkább a kijelzője abban a telefonban olyan elképesztő kijelző volt, hogy le voltunk többenben. Aha. A kertes munkatársamban, Harcsa Lacival, csináltunk egy olyat a munkahelyen, mert ő is bele volt buzulva ezekben a telefonokban, és a Sharp telefonommal, nekem volt GX30-im, uh-huh. abban 2005-ben volt ilyen telefonom, ugye 2004-es modell. Uh-huh. Fogtunk egy újságot, ami színes újság volt. Csináltam a kamerájával egy fényképet. Olyan kontrasztos képet csinált, Vendi, amit persze a kijelzőn néztük vissza, nem a számítógépen, olyan uh-huh. kontrasztos volt a kijelzője, olyan éles, hogy sokkal szebb volt a kép, mint az eredeti az újságban. Aha. Tehát maga olyan gyönyörű képe volt, letöbbentő, és össze is hasonlítottuk a Harcsa Lacival, hogy elképesztő különbség van, és a telefon nyert, szebb volt a képminőség a kijelzőnél, a fotó. Hát, hogy legalábbis az akkori technológiához képest, ugye az ember, mert most manapság megszoktuk már a minőséget, és ugye folyamatosan várjuk a nagyobb felbontású, meg a 4K, meg nem tudom milyen kijelzőket. Ha mostanival valószínűleg összehasonlítanánk, akkor valószínűleg mosolyognánk egyet. De az akkori viszonyokhoz képest elképzelhető, hogy így volt. Nem ismerem egyébként ezt a modellt, amit mondasz, úgyhogy... Akkor még volt egy olyan bibi még az egészben, Vendi, hogy akkor még a kijelző annyira nem volt kiforva annyira csúcsosan, uh-huh. bár a Sharp az torony magasan vezetett a többi szolgáltató, a többi gyártóhoz képest. Uh-huh. Ha oldalról néztünk bele a kijelzőbe, akkor nem azt láttuk, tehát törés volt. A színe nagyon rossz volt, ha egy 30 fokkal megdöntöttük, már teljesen máshogy láttuk a képet, nagyon szar. Hát igen, ott jöttek be ugye az LCD kijelző. Hát ott is ugye jó nagy fejlődésen ment keresztül egyébként a kijelzőipar is, hogy úgy mondjam. Tehát ugye annak idején kimondottan, amikor a telefonoknál megjelentek az első színes kijelzők, akkor ugye ezek TFT alapú kijelzők voltak. És így van, a TFT technológia az pedig egy idő után ugye a maga korlátaival együtt ki is halt a mobilokból, és elindult az LCD technológia. Aztán utána a különböző gyártók megalkották a saját különböző kijelző technológiáikat, ugye jött az IPS, az LG részéről, a LED, az AMOLED a Samsung részéről, de hát ott azért eltelt 10 év gyakorlatilag, mire eljutottunk odáig. Rendesen. Hát most már nagyon turbósak a kijelzők, meg a kamerák is nagyon turbósak. Igen. Az akkorihoz képest. Persze. És hát jó, de ez folyamatosan fejlődik, ha megnézed. Csak egy idő után már nem látod annyira a lényegét a fejlődésnek, sőt, igazából egy idő után meg is állt. Tehát most, ha megnézed, pár éve például a megapixel szám, hála Istennek egyébként nem erre verik magukat most már a gyártók, úgy valahogy a 12-15 környékén úgy megállt. Nem nagyon mennek följebb. Mert rájöttek, ugye, amit én egyébként évek óta mondok, hogy nem a megapixel számít, tehát nem feltétlenül csak az számít. A számítani fényképészetben is beleütöttem. Hát jó, de ekkora felbontásnál, illetve pixel sűrűségnél már nem ez számít, hanem sokkal inkább az számít, hogy mondjuk a... Nem csak ez számít, pontosítsuk inkább, mert úgy lenne jó. Hát igen, de ez most már alap. Tehát azért mondom, hogy ez most már természetes, hogy ekkora... Úgy van ez pontosan, hogy a nagy belga pixelre akkor van szükségünk, hogyha csinálunk egy fotót, ami távolabb, és közelre akarom hozni, nagyítani egy-egy darabot belőle, akkor kell a nagy belga pixel. De egy egyszerű átlag embernek a 8 megapixel undig bőven elég, ha egy embert lefényképezek, meg a közelről a valamit, az 2, az 5 meg a 3 megapixel is bőven elég. De egy megfelelő tárgyat fényképezek, akkor jó a 16 meg a 20 megapixel. Uh-huh. De egy átlag felhasználónak ezek akár a 8 is bőven jó.
bőségesen a 8 is. Tehát nem kell már 16. És Menti még egy picit visszatérve a retro dologra. Igen. 2005-ben dobott a Sharp egy hatalmasat még. Ja, most a GX30-t agyon dicsértek, mert föl is van a neten a tesztje neki. És Magyarországon nem volt kapható a Sharp 903-os. Annak úgy van fönt a tesztje a mobil arénában, hogy a nagy király, így kezdődik, hogy a nagy király. Elképesztő pusztulat volt, amit az művelt abban az időben, az a profi kijelző, az a kamera, hát az orba szájban volt dicsérve előről hátulról. Tehát az a telefon, tehát nem volt egy nagy tudású, mert a Nokia volt a csúcs a tudásban, de kamerában a Sharp torony magasan végigvert az egész bandát. Uh-huh. A 2005-ös hát, modellje volt. Igen, meg ugye azt ne felejtsük el, pont itt posztolt is a Gábor egy fotót, hogy annak idején lehetett kapni ilyen külön kiegészítő kamerákat bizonyos mobilokhoz, tehát amelyik mobilban nem volt beépített kamera, lehetett hozzá csatlakoztatni kamerát egyébként én még a mobilhoz. Nem dehogy nem, nekem is volt ilyenem egyébként, tehát pont ugyanez a modell, ez a Sony Ericsson T68-as, nekem is volt ilyen telefonom, tudom is nektek mutatni, mert itt Gábor a Facebookra kiposztolta. Itt most mutatjuk. Mindjárt mutatom neked. T68. Így nézett ki, T68-as. Na, megnézem. Itt figyel, és akkor így a fenekébe gyakorlatilag hozzá lehetett csatlakoztatni egy kamerát, egy külső kamerát, és akkor úgy lehetett vele fotókat készíteni. Aha. Ez volt az első ilyen generációs, amikor még nem a telefonban volt, hanem külön kiegészítőként vettél hozzá kamerát, és körülbelül ezzel egy időben kezdtek el megjelenni egyébként azok a telefonok, amikben már tényleg volt kamera. Igen. Általában hátsó kamera. És de akkor utána, amikor már két kamera volt benne, és volt selfie is, az azt hiszem, hogy 2005-6 környékén kezdtek olyan, 5-6, azt hiszem, nekem is, én ugye Sony Ericsson párti voltam annak idején egyébként, és szinte csak és kizárólag ilyen készülékeim voltak, és akkor ott amikor megjöttek az első ilyen színes kijelzős, nem tudom, ilyen nagyon picike mobilom is volt, a világ legkisebb és legvékonyabb mobilja, azt hiszem azt a díjat is elvitte, vagy megnyert, ez a V880-as, azt hiszem. Még meg is van az a telefon, és működik, ez a legdurvább az egészben. Sony Ericsson. Tehát egy Sony Ericsson. Ugye ezek a Walkman mobil és annak a társai, tehát egy kicsit ugye a Sony ráment, vagy a Sony Ericsson, mert ugye akkor még egybe volt a kettő. Régen külön volt, aztán utána egybe volt, most megint külön van. Tehát most, nem is nagyon gyárt már, ugye a Sony gyárt mobil, de hát hanyagolható. Mondjuk így. Most a Samsung van nagyon fönt. Samsung az élvonal gyakorlatilag a most. Tehát ugye... Azzal nem lehet bírni. Már hogy micsoda? A Samsung-gal nem lehet bírni, az feltört, mint a buzgár. Az nagyon erősen megindult. Hát azt gondolom, hogy ők mindenben, tehát nem csak mobilban, de mobilban is mindenképpen. Hát a legnagyobb technológiai cégről beszélünk. A világ egyik legnagyobb technológiai cégéről. Ja, ne haragudj, Samu, de búcsúzok, jó, mert műsorunk is véges, meg még vannak hozzászólások, úgyhogy köszönöm, hogy hívtál és megosztottad velünk ezeket az információkat. Szia! No, megyünk tovább. Eszter írt nekünk, szia Vendi, Chrome elindítása után egy hibaüzenetet kapok, egyik napról a másikra lett ilyen, el sem indul, mi lehet a gond, próbáltam újra telepíteni a programot, de ugyanez a hibaüzenet Windows 7 alatt és itt látható is a hiba üzenet, mutassuk meg a nézőknek, és hát, ha ők jól látják. Én ezt valami DirectX hibának titulálom, ez a DX, ez általában DirectX-re utal, tehát valamilyen videógyorsítós történettel van valami gáz, ez vagy videókártyaiban, vagy valami DirectX-es sérülés, ez nem feltétlenül a Chrome-nak a hibája, hanem valami olyan kiegészítő, amit használ valószínűleg pontosan a megjelenítéshez, ugye a videógyorsítós megjelenítéshez, a WebGL-hez használja. DirectX, illetve videókártya driver, ezt a kettőt kellene felrakni hozzá, hogy ez normálisan fusson. Valószínűleg így egyébként látva a képernyő mentést is, meg az ikon méretét, szerintem neked ekkora a kijelződ éppen, és a kijelző közepén ekkora a bötű, tehát lehet, hogy a felbontás sem stimmel. Tehát ekkora felbontása, nem is tudom, hogy egyáltalán a böngészők ezért is szoktak hisztézni, hogyha nagyon kis felbontáson akarnak ők, vagy akarják őket elindítani. Tehát DirectX, illetve videókártya driver. Ezt a kettőt kellene megpróbálni újra telepíteni, illetve leellenőrizni, és akkor utána megnézni, hogy a Chrome mit szól.
ehhez. Jó, hogyha valamiért nem megy, meg ilyenek, akkor lehet itt globálisan az egész Windows-t kell újra húzni. Sajnos. Mert egyébként ez egyébként elég komoly aggodalomra is adhat okot, hogy ez egyáltalán miért sérült meg ez a file. Tehát innentől kezdve aztán gondolkodhatunk bármelyik irányba, lehet fizikai sérülés, a vinyódnak a hibája, hogy nem tudja olvasni esetleg ezt a fájlt, ami ott éppen nem található. Furcsa, hogy nem található egyébként. És hogyha meg nem található, mondjuk a DirectX nincs van, akkor nem futna a Chrome, azért ez is érdekes egyébként. Úgyhogy nem tudok rá mit mondani, utána kell járni, de nagy valószínűséggel valami ilyesmi a gond. Aztán az LG-t hová helyeznéd minőség szempontjából? A Balázs ezt csinálta. Hát nem tudom, én használok szerintem most már negyedik éve ilyen típusú készüléket, és én nem mondanám ezt. Én ezt mondanám. Körülbelül. Ez jó, amit te használsz. Hát... Nem, gondolnám egyébként. Tehát most az a baj, hogy én nem kezdtetek el itt, hogy mondjam, tehát dicsibnuszokat zengeni egyik gyártóról sem. Nekem van egy pár ilyen típusú tévékészülékem a családban. Telefon. Mi van még ilyen? DVD lejátszó. Más így hirtelen nem jut eszembe, hogy mi van ilyen típusú. Nincs vele gond. Egyébként ezek nagyjából, hogy mondjam, tehát hogy egyébként az LG meg a Samsung más téren, nem csak az okostelefónia világában, mert az LG ott valahogy nem muzsikál annyira jól. Vagy legalábbis a Samsunghoz képest sehol nincsen. Egyébként minőségben hozza azt a szintet. Sőt, ha megnézzük, hogy milyen LG telefonokat adnak ki, hát azért ott is elég durva minőségekről beszélünk csúcs kategóriában. Csak valahogy ugye nem annyira népszerű márka a világban, nincs annyira elterjedve. Pedig ugye például a Google referencia készülékeinek egy részét is az LG gyártja. Ennek ellenére nincs annyira elterjedve. Ne kérdezzétek, mert valószínűleg máshogy brendelik, más az embereknek a megítélése a történetről. De hogyha megnézzük, hogy más szórakoztató elektronikai szinten, tehát lapos tévék, szórakoztató elektronika gyakorlatilag, házi mozik, ilyesmiben, hol van az LG, én ezt nem mondanám rossznak. Sőt, például, hogyha egyéb téren választani kéne, akkor lehet, hogy inkább befelé hajlik az én szívem, mint sem, hogy az S betűs felé, csak most ezt nem tudom konkrétan megfogalmazni itt a tévében. Na, érezzük, ugye? Jó! Van Messenger, a Microsoft egy saját fejlesztésű Facebook applikációt, saját fejlesztésű Facebook Messenger, vagy mi? A Microsoft saját fejlesztésű Facebook appját és a saját fejlesztésű Facebook Messengerét szüntette meg, de azt már nagyon régen. Nem akarok vitatkozni ezzel, ezt a múltkor már azt gondolom, hogy megbeszéltük. Így van, és a Facebook csinált egy sajátot, ha jól tudom. Igen, hát ugye asztali applikációban is egyébként le lehet tölteni a Windows-ra. Tehát valószínűleg ugyanaz fut a Windows mobilon is. Nem tudok róla nyilatkozni. Randy Check! Aztán Laci írja, elvileg ez a projekt a Xamarin azért van, hogy olyan appot készíthess, ami sok platformon elmegy kis befektetéssel. Igen, ezt olvastam, ez igazából egy ilyen C programnyelv. Ilyen... Hát ilyen összembler gyakorlatilag, ami egy ilyen egy közös platform nyelv, amiben, hogyha meg tudod hívni ennek a Xamarinnak a különböző függvényeit, eljárásait, stb. Bele tudod integrálni akár C-be, de lehet, hogy más programnyelv, C-sharpba is, és akkor innentől kezd, bár az ugye C, hát ez ugyanarról beszélgetünk, majdnem hogy, és akkor azokat gyakorlatilag, hogyha az ember lefordítja és kibildeli, akkor azokat a különböző operációs rendszerek a maguk platformján tudják értelmezni. Sok ilyen van. Ettől függetlenül én azt mondom, hogy akkor még mindig jobb, bár az irány már jó, csak mondjuk sajnálom, hogy el kellett telni a 10 évnek lassan ahhoz, hogy okostelefonok vannak, és végre eljussunk egy platform harmonizálásig itt is, amire lehet egységesen fejleszteni.
hogy mindig ott volt egy platform, amire viszont elég sokan fejlesztettek eddig is, ez pedig a HTML5, amiről már beszéltünk a mai nap folyamán, ami egy webes, tehát hogy semmi nem kell hozzá, egy böngésző tudja futtatni a dolgokat. Sokkal, én legalábbis nekem ez szimpatikus ez a történet. Már csak azért is, mert egyszer megírja az ember, és utána tényleg minden böngészőben, mindenhogy bármelyik operációs rendszer támogatja, és gyakorlatilag fut. Tehát még csak nagyon bildelni se kell, hiszen real-time-ban futtatja a böngésződ. Tehát egy könyvjelzőt csinálsz bőle, kirakod, és kész az applikáció. Tessék? Webview, hát igen, gyakorlatilag. És az egész lehet ugye online, mert hát ugye jöhet ez egy szerverről, és innentől kezdve nem kell az applikációt úgy frissíteni, tehát hogyha a szerver oldalon lefrissíted a webet, és gyakorlatilag az ember mikor megnyitja, akkor már az új nyílik meg neki. Tehát nagyon sok előnye van ennek is. Régen egyébként szinte az összes applikációt ebbe az irányban kezdték el fejleszteni, aztán utána jött a natívosításnak az ideje, ami azért sokkal jobban optimalizált programfutást tesz lehetővé, hogy a külön a platformra programozzák natívan. De azért, tehát a kompatibilitás szempontjából még mindig jobb, hogyha tehát attól függ, melyik szempont a fontos, hogy kompatibilis legyen mindennel, és csak egyszer kelljen megírni, mert akkor web, tehát HTML5, ha pedig natív, akkor viszont azt lehet, hogy egyenként külön-külön le kell minden egyes platformon programozni, és azért az viszont nem kevés munka, meg befektetés. Na jól van, köszönöm szépen a figyelmet, eddig tartott ma a Restart, természetesen holnap is várlak benneteket, úgyhogy 7 órától a Fix TV-n ismét az informatikája a terep, addig is jó pihenést kívánok nektek, további kellemes tévézés, sziasztok!